Itt állok szemben egy amerikai pet shoppal. Nagyon érdekes, mert ezek a pet shopok is ugye beépültek a nagy bevásárlóközpontokba, és belülről nem csak, hogy állatokat lehet kapni, ugye, meg halakat, meg kutyát, macskát, ilyesmi, de gyakorlatilag ezek valóban átveszik azt a szerepet, hogy egyre kevésbé az állatorvos lesz az a személy, amelyik oktatja az alapdolgokra a tulajdonosokat, és itt nem csak, hogy látható, hogy van egy kutyakozmetika is, de belül például működik egy vakcina klinika, a hétnek a bizonyos napján vakcináznak. Itt van kutyakiképzés is, tehát megtanítják az alapokra a papikat, tehát a kiskutyákat, annak a tulajdonosait. Tehát rengeteg olyan dolgot csinál most már a pet shop belülről, amelyek ide vonzák az embereket, és megkapják az alapellátást a pet shopoktól, beleértve az alapvető állatorvosi tanácsokat, etetési tanácsokat, mindent. Úgyhogy ezek ugye árulnak mindent belül. Sokszor az ilyen pet shopokban lehet kapni most már frontline-t is, és van nekik egy külön online internetes szolgáltatásuk is, tehát mindent kiszállítanak házhoz, és egyre jobbak ezek a pet shopok egyébként, és egyre nagyobb mértékben vágnak bele a hagyományos állatorvosi praxis bevételébe és működésébe. Ha megnézzük, itt a közelebb megyünk, ugye itt nagyon forgalmas helyen ugye hirdetnek. Itt van, hogy a kutya oktatási leckéket adnak, alacsony költségű vakcina klinikák vannak, adoptálni lehet itt különböző állatokat, pet fényképészet is van. Itt mutatja, hogy 34 millió dollár feletti összeget szedtek be, és 2.510.000 adoptálást rendeztek le. Úgyhogy remek, itt van a különböző szolgáltatásaik.